I'm calling to the blue corner, Vulić József! Szólítom a piros sarokba, I'm calling to the red corner, Balogh Norbert! Szevasztok! Egy dolgot akarok csak mondani. Azt gondolod kis ember, pedig nagyon nagy. Addig üt és ver, még erre el nem hagyja. Menet el előre, csak gyalogol tovább. Ütése, ha külkemény vagy, akkor sem vagy alá. Tisztelítek jó, de remegni nem tud. Parkol, amíg el nem fúsz. Valók, Norbert, alig 60 ilyen tüzet. A brigád tudod, mindig ott van mögöttem. Nem veszem így kivét, aki nagyon nagyot ver. Aki vele szalad, az a földön ember. Ökre csattam, ide-oda szalaszét. Darabokra törik az ellenfél kezét. Vagy jó, fegyenes a fejed könyökkel. Ő az, aki tégem, csúnyán ába ver. Várok fel, de a szíve a hatalma. És amit dobok, az itt van uralma. Megkezdődik, kedves nézők, a Collision K1 Max Európai Grand Prix döntő, méghozzá egy tartalékmérkőzéssel. Tehát aki a most következő mérkőzést megnyeri, annak lehetősége van arra, hogy a továbbiakban is küzdjön, ha a két elődöntőben valaki megsérül. Ugye van magyar főszereplő is majd később, Vörös Roland, aki a francia Philippe Salmon ellen küzd, a másik ágon a horvát Frane Radnik ellenfele a román Mihail Barbu, itt pedig két magyar csap össze, Vulić József és Balogh Norbert. Most megjegyeznem, hogy ez már 3x3 perces K1 szabály szerint fog zajlani, és parádés mérkőzésre számítok. Két nagyon jó rutinos harcosról van szó. 3x3 perc. Így van, Balogh edzője, korábbi kitűnő, sokszoros amatőr ökölvívó, most profi Balogh Vilmos, illetve Zilai Sándor, akit szintén nem kell külön bemutatni a kedves nézőknek. A másik oldalon pedig Blazsekovics Ferencer készült fel, Vulić József erre a mérkőzésre. Két nagyon jól képzett, kőkemény versenyző. Óriási tempóban kezdenek, főleg combrugásokkal. Két nagyon technikás versenyzőről van szó. Küzdöttek már egymással több alkalommal. Jól ismerik egymást, persze nehéz lesz kitalálni valamilyen új trükköt, hogy a másikat megfogják. Az biztos, hogy az erőllét nagyon sokat fog számítani ezen a meccsen, az ütésálló képességgel együtt. Nem annyira könnyű őket megkülönböztetni, de kék kesztyűkben látható Vulić. Hát akinek fekete-fehér képernyős készüléke van, az a feliratokat nézze. Biztos van meg ilyen. Az első perc az ismerkedéssel zajlik általában egy ilyen meccsen, de hát ők mint tenyerét úgy ismerik. Belecsaptak rendesen. Szép belső combrugás Vulićtól, nem volt mély. Ezek a lábtechnikák dominálnak. Keresik a távolságot.
Ugye a K1 az egyik legkeményebb szabályrendszerű harci stílus, de azért itt is vannak tiltások. Tehát a lágyék részt, a térdet, a torkot, a szemet nem lehet támadni sem, nem lehet fejelni. Na most sarokba szorult Ulić, megcsúszott. Illetve ugye nincs könyök használat és a, tér, és a földön fekvő ellenfelet nem lehet támadni. Igen, ez egy súlyos szankciókkal jár. Szép jobb egyenes Ulićtól, aki utána annak rendje is módja szerint fog, hogy ne jöjjön válasz. Szép hármas ütés kombináció Baloktól. Most átveszi az irányítást, sőt, kiesett egy fogvédő. Ulić József fogvédője ring szőnyegén. Itt landolt, pattogott néhányat, tisztítják és folytatódhat a csata. Galambos Péter, nemzetközi bíró vezeti a találkozót. Szép. Ulić kész technikáját villogtatta ezúttal. Ulićnak rugásoknál leesik a keze, ezt Balog Norbert szerintem előbb-utóbb ki fogja használni. Például most egy jobb egyenessel. Aztán még egy villámgyors Balog keze. Az ő kész technikája cizelláltabb, csiszoltabb, mint Ulićé, és ez sokat nyomhat alatban. Hát, fantasztikus első menet. De ezt a két fő tényleg egymásnak találták ki, hasonló magasságúak, hasonló súlyúak, és a technikai képzettség dolgában sem marad el egyik fő a másik mögött. Jött tehát a második menet. Itt volt néhány nehéz pillanata Ulićnak. Talán hajszányival Balog volt pontosabb, tisztább az első menetben, de tényleg ez olyan pici különbség, ami lehet fekete, lehet fehér. A hírek szerint a zentai Reverberi mérkőzésen egy szerb pontozó hozta ki Reverberit. Hát, bocsássuk meg neki ezt a kis malőrt. Második menet. Fegyelmezettebb védekezésben, ahol sokkal nyíltabban, nyitottabban támad Ulić, erre azért ráfigyelsz, elfázhat, de gyors alá van ez is. Ezek a combrugások sokat hozhatnak a konyhára, de ott egy óriási felütés, ami után kis hián megrogyott. Ulić, nem kell számolni. Némileg szabálytalan volt Balog, magával rántott ellenfelét. Fog is kifordult. Szép a feltartó rugás, de nem volt igazán pontos, a jobb egyenes viszont ült. Hú, nagyon menne Balog, úgy kell őt visszanyomni. Látszik, nem akarja végig boxolni. Nem, hihetetlen feszültség van benne. Szép Balog Ulićtól. Meg is lepte, bizony meglepte Balogot, aki letette a kesztyűt, véleményem szerint akár számolni is lehetett volna rá. Mindjárt kiderül, hogy mennyire van benne. Van még bőven a menetből. Érzi Ulić, most lehet nyomulni. És lemegy, lemegy Balog! Testen megfogták! Hát az első menet alapján ez némi meglepetés. De mondjuk Norbi nagy küzdő, tehát volt már mérkőzés, amit innét megnyert. Kérdés, hogy hova kapta ezt a rugás, vagy valószínűleg az volt, melyik tájékára, mennyire tud gyorsan kitisztulni. Ulić könyörtelen, vele nem lehet tárgyalni. Azonnal ráveti magát. Picit lehúzta ellenfele fejét. Gyerünk, 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 gyerünk
Szép jobb egyenes, egészen messziről. Láthatóan lelassult Balog Norbert. És van még nagyon nehéz fél perc a menetből neki. Az igen, szépen fogadta. Azért kár. A dobás tiltott. Földharc pláne. Itt most Balognak időt kell nyernie arra, hogy regenerálhatosan a szünetbe. Legjobb védekezés a támadás, hogy megpróbál így kitisztulni. Szép jobb egyenes után, nyert egy kis időt. Aztán még egy jobb egyenes. Feltámadt Balog. Itt a vége, mármint a másodiknak. Hát ez Bulicsi. Ez mindenképpen. A számolás elmétes elmétes. Bulicsnak ez a 97. profi meccse, tehát nagyon régi róka ő. 71 győzelem, 36 KO, kétszeres Thai Box Európa bajnok, tehát nem kis név a szakmában. Lehet, hogy megnézhetjük, hogy mi történt a számolás előtt. Itt volt egy balharag, ami után már egy picit megszédült Balog. És itt volt egy térd. Hát ez valahogy a gyomorszájtájékra érkezhetett, talán kellemetlen volt. Ja, hát testütések, testrugások, Ádám, te is tudnál, hogy beszélni, hiszen jó hosszú, küzdősport múltán mögötted. Nehéz ilyenkor az ember élete. Nehéz, főleg úgy, hogy ugye fejre meg volt egy kicsit puhítva, már nem tudott olyan szinten fölfeszíteni testre. De még lehet fordítani. Az első inkább Balogé volt, a második Vulicsé. És ez a menet lesz a döntő. Ott maradt Vulics lába. Kicsit megijedt a lehetőségtől Balog. Ő is volt már Thai Box magyar bajnok. Közelebb lép, egy gyönyörű támadást indít. Ez ígyszer volt. És kész. Hulis József kiköpte. Nem véletlen. Időt nyer ezzel. Hát igen, sokan csóválják a fejüket a nézőtéren. Túl sportszerű, de most egy kis lélegzetvételnyi levegőhöz jutott. Sarokban van Bulics. Bajba lehet. Na. Következőnél akár még inteni is lehetne, nem az első. Egy gyámoltan a rugás. Az viszont egy kőkemény jobb egyenes. Humit bír Bulics. Gránitálló. Vagy mégsem? És most Norbi. Most kialakul egy fantasztikus adok-kapok. Ugye sútba vágják itt a védekezést. Egyik sarokból a másikba hajszol ellenfelét Balog. Most nekiáll az ászló. Szép. Bulics teljes testet beleadta ebbe a horogban, de nem volt igazán jó. Elfáradt. Norbi pedig nem akarja pontozóbbira kedvelteni a mérkőzést. Igen, mert hát nem lehet tudni, hogy a pontozók agyában is mi motoszkál, mi marad meg. Minden esetre belépünk az utolsó, a 9. percbe. Hová folytatja a hajtóvadászatot Balog. Bulics is talál. De már szinte extázisban mind a két versenyző. Még egy foggumi. Balog segítene a bírónak. Ez most ütéstől jött ki. Kár, mert nagyon bemelegedtek, hogy megtörje a lendületüket. Jön a véghajrá. És jön a térdek. És a fogás. Nem, az viszont jó. Rosszul időzír, nem először Bulics. És ezt most nagyon megbánhatta. Szépen kontrázott Balog.
Hát amit a harmadik menetben művel Balogh Norbert, a szenzációs, főleg az elbukott második után. Egy ide, egy oda. Már nincs 5 másodperc át. Balogh Vilmos is adta a tanácsokat, őt láthattuk egy pillanatra. Hát kérem szépen, olyan mérkőzés, ami elmenne akár a nagy döntőnek is. Így van. És valaki mindenképpen elbúcsúzik. Sőt, az is lehet, hogy egyik fiúval sem találkozunk a Szlovákiában. Balognak adnám a meccset, mert végig terrorizálta ellenfelét. Hát nekem ez a... Hát Bárdos és Sanyi szerint Balogh áll közelebb a győzelemhez, én is így láttam. Ádám, na, mi szólhat Bulics mellett? Hát ugye ez a kiütés, tehát ugye Norbira rászámoltam. Mondjuk egy pár kívánság műsor mit hoz. Tehát ez a harmadik mellett ez mindenféleképpen a Norbié volt. Hát azt mondom, hogy... Nem tudtam, hogy kinek melyik fog védő... 2-1 Norbi javára, de igen, most kiderül. Hölgyeim és uraim, ez a legizgalmasabb most. Nekünk jó hír, lehet, hogy a fiúknak nem annyira. 3 menet után az állás döntetlen, úgyhogy extra, még egy extra round. És ugye itt a szabály K1-be, hogy ilyenkor nullázódnak az eredmények, és ez a menet szám. Most kell a visszatársaságoknak. El kell felejteni, ami eddig történt. Van két fiú, aki bejön ide, és 3 percen keresztül csételi egymást. Így 3 perc, és a jobb győz. De hát lehet elfelejteni? Ami eddig történt, nem. Pontozó bíróknak a feladata elfelejteni, a versenyzők azért ez a 3x3 perc ez nem múlik el, tanulunk. Bizonyán. És ugye a harmadikban azért Vulics szerintem a tartalékai nagy részét fölemésztette, de hát majd meglátjuk, hogy egy perc pihenő mit jelent. Vulics József, Balogh Norbert! Tehát extra menet. Hát el lehet képzelni, hogy a versenyzők mennyire kívánták ezt maguknak. Hatalmas szikráz az összecsapás, minden egyes támadás. Jól lép közel Balogh és tisztán talál. Szép jogos. Vulics lábbal próbál továbbra is. Az a fő erőssége. De hát végtelen közben a fej. És oh! Megint a bal horog. Horogra akadt Vulics. És úgy tűnik, hogy egy nagy halat kiszámolják. Rogyadozó lábakkal vissza akar menni a küzdelembe, és a bíró engedi. Félelmetes. Nehogy baj legyen belőle. Alig van magánál Vulics. Hát ha nincs itt a kötélsor, akkor valahol a vészkiáratnál állt volna meg. Balogh tudja, hogy most kell menni. Megroppantotta az ellenfelet. Fejelt Vulics. Próbál visszatámadni. Szinte kilátástalan a helyzete. A kiütés határán Vulics József. És Norbi nem kegyelmez. Ennek a sorozatok. Vulics ott tényleg már csak a szíve viszi előre. Ez a szív persze óriási, de mire lesz elég? Távoli jobb egyenes, kétségbe esetten. Frissebb, jobb állapotban van Balogh. Jobb volt a felkészülés, úgy látszik. Mert a szíve mind a két sárszak. Kész! Ennyi volt! Én azt hiszem itt a vége. Ebből már nem fog felállni. Félelmetes! Hát a Rocky filmeket idézi ez a jelenet. Ezt a fiút nem lehet csak úgy likvidálni. De a bíró józanabb. Jól van. Győzött Balogh Norbert. Itt kellett megakadályozni a további vérontást. Óriási mérkőzés volt. Balogh Norbert tehát nem bízta a pontozókra, hanem az extra menetben szó szerint kiharcolta a győzelmet. És ha valaki megsérül a nagy négyes közül, akkor még láthatjuk a mai este folyamán.
Na hát, hölgyeim és uraim! Egy extra kitűnő mérkőzés, tehát egy extra menet után. A menet után, az extra menet után, két perc, 20 másodperc elteltével kiütéssel győzött, tehát a vörös sarok, the red corner is the winner, Balog Norbert! A győztes tehát, Újfehér Tói, Balog Norbert. És egy nagyon komoly mérkőzésen vagyunk túl, ami mutatja azt is, hogy a magyar K1-Max mezőny szerintem a világon bárhol megállná a helyét. Egy nagyon jó minőség, nagyon jó szintű első mérkőzés volt. Két nagyon nagy szintű harcosa. Még egyszer nagy tapsa két srácnak, óriási mérkőzés volt Bulics József és Balog Norbert között. Azért azt még megkérdezném, Balog úr, mit érezted, amikor azt mondták, hogy ez a nem, nagyon rosszat. Nagyon rosszat éreztem. Látom, tudtam, hogy nehéz ellenfelet kaptam. A Bulics Józsi nagyon ügyes, nagyon jó. Ezen a napon most én voltam a jobb, ennyi. Tényleg, tényleg nagyon fel voltatok készülve, gratulálok. Az Aston Villa őrületes 90 percben 10 gólos mérkőzés.